Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gyóni Napok rendezvénysorozat keretében, ezen a speciális alkalmon, amelynek a neve Családi Kör. És nagy szeretettel köszöntöm Pesi Zsuzsanna pszichológust, aki az Orosházi Székás József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnáziumnak az iskola pszichológusaként dolgozik, de magánpraxist is folytat. De olyan értelemben gyóniak, hogy a gyülekezethez nagyon szorosan tartoznak, tudják, hogy mi 2 évvel ezelőtt, most a 3 lesz, együtt dolgoztunk 1 évig, és nekem Zsuzsi nagyon-nagyon jó munkatársam volt, együtt vezettük a szülők körét, és néhány fontos eset kapcsán sokszor segítséget is kértem Zsuzsitól, vagy a szolgálathoz szükséges gondolatokért, néha Zsuzsihoz rohantam, és így kialakult egy nagyon jó barátságunk, amelyet igyekszünk ápolni, ahogy tudunk, így a távolság ellenére is. És így gondoltam arra, hogy ha gyülekezet építés, ugye családokkal való szorosabb kapcsolattartás, akkor családi kör alkalmakat jó lenne szervezni, amikor egy bizonyos téma felől elgondolkodunk, szembesülünk a felvetett kérdésekkel, és tovább vezető gondolatokat tudunk kapni, amelyek jók, segítők, és haszonnal tudjuk megvalósítani a mi saját életünkben is. Nagyon fontosnak tartom én magam, hogy legyenek ilyen családi körök, és tavaly Zsuzsit köszönhettük már itt a februári szeretett vendégségünk kapcsán, ahol nevelési kérdésekkel, gyermeknevelési... A második volt. Igen. Az nagyon megmaradt bennem, biztos, hogy nem véletlenül. És igen, volt aztán egy családi körünk is, az első, úgyhogy végül is ez a harmadik, itt a szolgálatod, itt mondhatom. Igen. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Gyóni Evangélikus Gyülekezet teret tudna adni, mint ahogy ad is, ilyen családok építésével kapcsolatos témáknak. Úgyhogy a mai alkalmon a házasságot mertük elővenni, ami 10 éves korban hatalmas álom, és az a kérdés, hogy ki lesz majd a nagy szerelme, ki lesz majd a nagy ő, aztán a házasság előtti hetekben az ember elkezd reszketni, és azt mondja, hogy tényleg ő, a nagy ő, aztán a házasság után eltelik néhány év, és akkor vagy bebizonyosodik, vagy nem. Nagyon nehéz ez az út, házasság előtt is, és házasság után is. Nagyon nehéz megtalálni az igazit. Márai Sándornak olvastam egy könyvét, az a cím, hogy az igazi. Ezt mindenkinek ajánlom, mert ha van itt valaki, aki ismerte, egy nagyon-nagyon fantasztikus könyv. Többet most nem mondok róla, mert nem ezért gyűjtünk össze. Ez csak egy ajánlott olvasmány a témához. Nagyon-nagyon súlyos kérdése egy fiatal lánynak, vagy egy fiatal fiúnak, hogy találja meg az élete párját, és aztán ha eljut odáig, Istentől megáldva, hogy megtalálja, akkor ugye hogy lehet megtartani, hogy lehet egészséges, szép, jó családot létrehozni, tovább ápolni, gyerekeket, nagyszülőket, sok mindent összeegyeztetni. Hogyan lehet megállni az életnek a rettenetes nagy sűrűjében, úgyhogy valahogy mégiscsak összhang alakul ki. De nagyon sokféle tapasztalattal gyűjtünk itt össze. Azt hiszem, hogy vannak nagyon-nagyon szép emlékeink, szép élményeink, és én kimerem mondani, hogy vannak olyanok is, amelyeket legszívesebben kitörölnénk a életünk napjai közül. Remélem, hogy ebből kevés van, őszintén remélem, de ha van, akkor azt remélem hozzá őszintén, hogy abból mind tanultunk, és mind valamit el tudtunk rakni magunknak. Úgyhogy nagy levegő, és akkor tovább megyünk. De nem én vagyok, hogy tudott erről beszélni, hanem... Én megkérem Zsuzsit, hogy ezt meg az előadását, előzetesen is köszönöm. Hát a rövid bemutatás után nekem van egy klinikai szakpszichológus végzettségem, tehát a témák azok általában a család, a gyerek, az azért tartozik hozzám, és az iskola pszichológia az inkább egy ilyen játék már lassan az életemben, bár
igen komoly játék, és a házasság is egy komoly játék, hiszen van, aki benne van, valaki előtte van, van, aki még nem házasodott össze. Van, nagyon jó! És mind a ketten egymással tervezik az összeházasodást egyelőre. Reméljük az előadás után is így marad. Szóval, nem én fogom ezt a Frigyet így megakadályozni. De hogy a házasság előtt, után, közben nagyon sok minden történik. És keresztény emberként házasságban élni az olyan természetes. A templomban megesküszünk. Ma már ez nagyon sok helyen divat is, hogy összeházasodnak a templomban, aztán meg tudják-e tartani a fogadalmukat, vagy nem, amit tettek, az egy nagyon-nagyon nehéz és rögös út. És valaki, gondolom már a második felében inkább a házasság érettebb szakaszában van, van, aki még az elején, valaki még előtte, és valaki éppen közben vagy utána. És én azt szeretném az előadások során inkább felvillantani, hogy hogy néz ki maga a házasság, hogy az nem egy olyan magától értetődő dolog, hogy két ember, és bocsánat, nem beszélek a mikrofonba, de ezt nem is fogom tudni, de a hangom elég erős. Szóval, hogy nem egy egyértelmű dolog, hogyha mi összeházasodtunk, onnantól életünk végéig minden jól fog alakulni. És itt nem véletlen használom a tökéletes, nem használom a tökéletes, a perfekt, tehát a minden rendben kifejezést, mert egy házasságban soha nem lehet minden rendben. Mert ha minden rendben van, akkor ott nagy baj van, mert akkor valamit nagyon nem veszünk észre, és én most azt szeretném majd azokat a gondolatokat elindítani azáltal, hogy nagyon sok tudományos tényt itt el fogok mondani, és hogy hogyan ez az életünkbe bele, hogy mindig legyünk figyelmesek arra, hogy a házasság egy olyan munkahely, ahonnan soha nem lehet szabadságra menni, mert folyamatosan dolgozni kell rajta. Igen. És hát az első, hogy házasságra jegyes oktatás ugye szokott lenni, felkészítő tanfolyamok, ott elmondanak sok-sok mindent, de hogy házasságra felkészültnek lenni, felkészülve házasodni, olyan nincs. Úgy, hogy a halálhoz elérve sem tudunk eligen felkészülten belefogni valamiben. Az emberi fejlődésnek van egy szép menete, és valahol azt mondják a tudósok, ami ma már természetesen megdől, mert hogy amit a 60-as, 70-es, 80-as években a pszichológia leírt, mint tudomány, az sorra döntik meg, mert hogy nem működnek már azok az elméletek, hiszen annyira megváltozott már ez alatt a 30-40 év alatt a világunk, hogy nem, egyáltalán nem úgy működnek az emberek, mint mondjuk az 50-es években. De hogy azt mondták, hogy egy fejlődő személyiség, a 20-as évei második felében, 30-as éveiben elején elér odáig, hogy képes lesz párt választani. És akkor annak a feladata megtanulni, intimitásban élni, és ezt a fogalmat majd egy picit boncolgatni is fogjuk, és vagy erre kirekesztődni, és egy ilyen terméketlen talajjá válni. Ma már ez nem így van. Nagyon ritka az, amikor valaki a 30-as éve elejére már beáll családapa vagy családanya. Vannak sokan, de legtöbben már egyetem, munka, lakáshitel és sorolhatnánk, és ezekről a krízisekről is fogunk beszélni. Szóval felkészülten nem lehet megérkezni a házasságban, na de hát akkor mi is kell egy házassághoz. Először is nagyon sok minden. Két ember, ugye? A házassághoz mindig kell egy férfi és egy nő. Hát ezt is megdöntötték már, mert hogy Amerikában már elég két férfi is hozzá, vagy két nő. Én azt gondolom, hogy maradjunk ennél a felállásnál, mégpedig pont azért maradjunk ennél a felállásnál, mert egy tudományos tény, hogy a gyermekek felneveléséhez ez a legideálisabb közeg. Nem én mondom, hanem kutatók mondják, akik vizsgálták a 19.-20. század végén az egyiptomi kultúrát, Egyiptom, nem a mi világunk, teljesen más közeg, és Egyiptomban a 20. század első felében csináltak egy családjogi reformot, ahol leírták, hogy a házasság az két ember, férfi és nő köteléke. Mert hogy bebizonyították, hogy ebben a közegben, ahol egy férfi és egy nő nevel egy gyermeket, a legideálisabb fejlődése. Persze, a mai kutatók, akik szeretik ezeket a gender kutatásokat, a nők jogai vannak, mindenkinek jogai vannak, és én nem mondom ellen, tényleg joguk van, és nem is szeretnék ebbe a vitába belemenni, de hogy
ha férfi és nő mintát követünk, és nem a nemiséget nézzük, akkor valóban ez a kettő kiegészíti egymást. A férfias értékek és a nőies értékek két különálló képviselő fogja a gyereknek adni az egészséges személyiségfejlődést. De hogy mi kell még a házassághoz? Nem elég a két ember. Kell a közelség. Tehát velem nagyon, kiszúrtam önt. Tehát, hogy mi nem tudtunk volna ilyen szoros közeli kapcsolatban lenni, mint ahogy önök, hiszen mi soha nem találkoztunk még. Nem futunk össze az utcán. Ahogy önre nézek, még az általános iskola padjait sem koptattuk együtt, mert valószínűleg én idősebb vagyok önnél, de nem, mert fiatalabb, ez biztosan így van. Szóval, hogy közelségben kell lennünk. Egyrészt az ismeretség alapvető feltétele egy párkapcsolatnak. Ismerjük egymást. Mégsem, ki szép is, külsőleg vonzó is, mert kell a vonzalom is hozzá, mégsem veszek el mindenkit feleségül férfiként, és nem megyek minden férfihoz, aki közel is van hozzám, és még vonzó is, feleségül. Hát mi kell még hozzá? És itt jön az a mi egyéniségünk, hogy a mi személyiségünknek keressük a párját, az imágunkat, ezt így hívja a pszichológia, ez egy nagyon jó fogalom. Az imágó az, aki kielégíti az én ősi vágyaimat, szükségleteimet, igényeimet, aki rá tud hangolódni az én másik felemre. Tehát, hogyha én kíváncsi vagyok a páciensem párra, akkor csak nézzem meg, hogy milyen a párja. És hogyha megnéztem, milyen a párja, akkor szöges ellentétét próbáljam elképzelni, na ő lehet olyan. Ez igen, olyat választunk, aki kiegészít minket. Ugye? És akkor jöhetnek ezek a jó magyar ősi mondani, subát subával, gubát gubával, ugye? Ezt ismerjük, ezt a magyar mondást, zsák a foltját, szokták mondani. És ez nem arra szolgált, és régen sem, és most sem, hogy a két teljesen egyforma személyiségű ember találja meg így egymást. Ugyanolyan, mint én. Nem. A suba ugye, az a juhászok ruhája. Ugye a guba meg a gulyások, én nem tudom, ilyen hortobágyi dolgokban nem vagyok annyit. Tehát, hogy a társadalmi rétegződés, és valljuk be, van ilyen, és erre mondja Bagdi Emőke, akit én nagyon tisztelek, a professzor asszonyt, hogy a királyfinak a mosogató lány nem lehet párja. És nem azért, mert a mesében a libapásztorlányka nem lesz a herceg felesége, na de hát nem kiderül róla, hogy ez egy ilyen elátkozott hercegnő? Tehát a neveltetésünk, amit mi hozunk otthonról értékeket, az is nagyban befolyásolja, hogy kit választunk. Tehát egyszer már van, hogy közeli legyen, legyen vonzó, kiegészítse a személyiségeinket és a vágyainkat, szükségleteinket meg tudja adni, és még azonos értékrendet is valljon velünk. Hú, már itt a megismerkedésnél 4 buktatót találtunk, tehát a nap végére nagyon sok lesz. Így van. És hát akkor jön, igen, a bizalom, és a többi, amit szerintem föl lehetne sorolni nagyon sok mindent, és hát amikor majd megkérdezem, hogy mi kell egy jó házassághoz, hát akkor nagyon sok mindent itt szerintem össze fogunk dobni. Én úgy készültem, hogy nagyon sok pár jön el, és majd akkor játszunk is, de nem baj, meg fogjuk tudni csinálni az én kis játékaimat, mert hogy ezeket a nagyon elméleteket kicsi gyakorlatokkal meg lehet, el lehet gyakorolni, és haza lehet majd vinni, és ki lehet próbálni otthon a férjünkkel, a párunkkal, az élettársunkkal, hogy hogy működünk mi együtt, mint egy egység. Szóval eljutottunk, megismerkedtünk. Túl vagyunk a megismerkedés, már most már komoly kapcsolatba lépünk, ilyenkor szoktam mondani a gyerekeknek, hogy komoly a kapcsolat, ők fiataloknak, igen, Facebookra ki van már írva. Mert, bocsánat, de ma már a komoly kapcsolatot, ugye nem abban mérjük, hogy kihirdetik a templomban 3-szor, hogy Frigyre léptek, hanem kirakják Facebookra. És az nem is egy igazi komoly kapcsolat, ami nincs a Facebookon. A fiataloknál, de hát ugye a fiatalok érnek majd ebbe bele. Na de mi az a házasság? És mindenki akkor most magában, gondolatban megfogalmazza, hogy mi a házasság. Van jogász? Ügyvéd? Nincs? Ők nagyon jól tudják a PTK megfelelő paragrafusát, mert hogy jogi kategória házasság.
Hát a házasság az ugye mondtuk két ember, férfi és nő köteléke, na de hát mi van még ebben pluszban? Nagyon-nagyon sok minden. Hát egyrészt a munkahely, ahol nem lehet szabadságra menni. Másrészt ugye egy felnőtt férfinak, egy felnőtt nőnek, egy olyan jogilag elismert szabályzott életközössége, aminek van tartalma. Ez a jogi passzus, ez a család jogban így hangzik el. Na jó. A katolikus egyház szerint ugye a hetedik szentség, náluk a hetedik szentség a házasság. Na de mi ez pszichológiailag? Ez egy nagyon erős intim viszony, és az intimitás, itt nem csak a szexualitás, erről fogunk beszélni a szexualitástól, mert hogy a házassághoz hozzátartozik, és nagyon fontos, hogy ebben is tudjuk őszintén, nyíltan, és tisztán látni, meg beszélni is, mert hogy nagyon sok párkapcsolat a külső elvárások miatt az intimitáson csúszik el. Az intellektuális, érzelmi, testi és egyéb intimitás, van gazdasági intimitás, gazdasági közösség. Nagyon sok sajnos válófélben lévő vagy elvált, gyászoló páciens kerül hozzám, fiatal felnőttek, tehát még a 30-as éveiket járják bőven, és akkor, amikor megkérdezem, hogy mi bukott el ez az egész történet, hát akkor legelőször majd beszélni fogunk a krízisekről, de a közös dolgokon. A közösséget, az egységet alkotni, és amikor arra gondolunk, hogy házasság, akkor egység. Egy egységben kell gondolkodnunk, ami fejlődik. Tehát majd végignézzük, hogy ez az egység, ami házasságnak hívunk, vagy párkapcsolatnak, milyen stációkon keresztül válik valóban teljessé, egészlegessé. És hát szerződés. Ez nem az a szerződés, amit ma már nagyon sok ember megír, hogy én hoztam 3 autót, 1 nyaralót, én meg a vagyonomat hozom, nem ez a szerződés. Valóban egy komoly szerződés. És amikor mindig megkérdezik, hogy pszichológiailag miért fontos az, hogy odaállunk a templomba, a lelkész vagy a pap ott mindenfélét csinál, megáll minket, stb. Kimondjuk, hogy igen. Miért kell elmenni? Miért kell fővenni a fehér ruhát? Nők, akik ugye mondjuk problematikusan lépnek bele egy párkapcsolatba, vagy sérülten, és erről majd fogunk beszélni, a saját előző életünknek a tanulságairól, és hogy hogy működünk ebben a párkapcsolatban, akkor megkérdezik, hogy minek? Jó az nekem, bemegyünk a polgármesterrel, vagy az anyakönyvvezetőhöz, 2 tanúval, összeadnak, házasok vagyunk, vagy nem is kell, az jön a gyerek magától, semmi gond. De van. Mert hogy ez a rítus, ez akkor írjuk alá azt a szerződést, amit mi lelkileg megkötünk. És minden rítusnak, még az óvodai ballagásnak is szerepe van a fejlődésünkben. Mert ezzel nyomatékosítunk valami olyat, hogy itt már nem ez van, mint eddig. Innen egy új élet indul el, egy új lehetőség, valami más. Egészlegesség, teljesség és valami olyan, ami már nem ugyanaz a minőség, ami előtte volt. Tehát, hogyha megkérdezik a rítusoknak, az életben mindig nagyon fontos szerepe van. Ezért nem maradjon el ballagás, jó, nem is kell túlzásokba esni természetesen, ezért nem maradjon el házasság sem, úgy, ahogy temetni sem temetünk úgy embereket el, hogy csak így kimegyünk, így belerakjuk, rárapátoljuk, és akkor hazamegyünk. Mert ott valami már nem ugyanaz, mint volt. És ez a házasságban is így van. Szóval, társas, szexuális, intim viszony, gazdasági és intellektuális, és spirituális intim viszony, mert azt sose felejtsük el, hogy keresztény emberként van mindig még egy harmadik is a párkapcsolatban. És ez az egy harmadik kell, hogy benne legyen, és legyen is mindig ott, ő az Úr. Tehát nem térek ki nagyon a keresztény élet és a keresztény házasság különlegességeire, mert majd az a lelkésznő feladata lesz. Én pszichológus vagyok, bár keresztény, de ott legyen mindig, a közös hit. Na most, hogy mi buddhisták vagyunk, evangélikusok, netán ortodoxok, az mindenkinek ugye maga
dolga, de amit mondtam, hogy mi kell a jó házassághoz, hát a suba-suba, a hasonló világnézet, gondolkodás és hit. Mert ha az egyik hívő, keresztény, vagy éppen buddhista, a másik pedig katolikus, hát hogy tudom én azt összeegyeztetni vasárnap? Tehát én megyek a misére, vagy az istentiszteletre, ő pedig otthon az imamalommal őről? Akkor, na, tehát hogy így nagyon nehéz már a világnézetünket is összeegyeztetni. Szóval ez a három. Intim viszony, szerződés és egység. Ez a házasság. Na, de mi kell egy jól működő házassághoz? Tehetjük fel a kérdést. Mindenki. Ha lehet így belekiabálni, tehát én szeretek kommunikálni az emberekkel. Mindig mondom, hogy az én hangom is nagyon szép, biztosan, én máshogy hallom vissza, ezt már mondták. De hogy mi kell egy jó házassághoz? Pénz, paripa. Szerelem. Nagyon jó. Az nagyon fontos a szerelem. Az nagyon-nagyon fontos, de nem elégséges. Tehát a szerelem az mindenféleképpen. Bár, erre, ezt most megcáfolom. Jó? Egy vizsgálattal. Kutatták kutatók a házasságokat, ugye tőlünk keletre még az összerendezett, vagy ez az összehozott meg szerződéses házasság, odaadjuk a lányt, mert stb. Ez még nagyon működik. Ugye a roma kisebbségnél, akik nagyon tartják a roma szokásokat, ott is a lányt kiadják, ugye nem szerelemből házasodnak, mert a szökéssel végződik, abból meg patália van. De ugye a keleti kultúrákban az elrendezett házasságok, azok nagyon gyakoriak. Na, megnézték ugye a szerelmi házasságokat, és az elrendezett házasságokat, és megnézték, hogy mennyire nagyon elégedettek, és boldogok, és stb. A házasság elején. Kik voltak a házasság elején boldogabbak? A szerelmesek. Így van. 72%-uk ilyen nagyon boldog volt. Még csak 40 volt az elrendezett házasság, és megnézték őket, azt hiszem 20 év múlva. És ugyanazokat a kérdéseket föltették. Akik szerelmi házasságban éltek, már kevésbé voltak boldogak, akik szerelmi alapon kötöttek házasságot. Még akik elrendezett házasságban, ugye szerelem nélkül esküdtek, elégedettebbek és boldogabbak voltak 20 év után. Nem azért, mert igénytelenetek voltak? Nem. Igen, nagyon jó pénz és paripa. Nem. Nem, hanem azért, mert egy elrendezett házasságban a szerelmen túl pont a suba-subához, guba-gubához elvet követve, az értékek alapján a vagyoni helyzet, és ez nagyon jó, a hasonlóság és a szükségletek kérik, sokkal több tényezőt vettek figyelembe. Ott a bölcsek leültek, netán még egy jó polgármester is beleszólt, mert ott azért a feje a közösségnek beleszokott szólni, és sokkal több szempontot vettek figyelembe, mint az, hogy én szerelmes vagyok. És olyan szerelmes vagyok, hogy most aztán tényleg kongassák a harangokat, férjhez megyek. Tehát egy jól működő házassághoz a szerelem elengedhetetlen, de nem biztos, hogy elég. Igen. Feldmár András egy idézet. Feldmár András nagyon tisztelem, becsülöm, nem értek minden gondolatával egyet, én azt mondom. Tehát, hogy mindig vádoljuk a szüleinket minden problémánkért, ezt én nem hiszem. De nagy részük van, de azért ő egy, igen, szeret visszamutogatni, mert anyám, mert apám. Na ja, kaptam valamit, de az a kezdjek én valamit, az az én szabad akaratom, azt meg a jó Istentől kaptam. Szóval, hogy bátorság is kell, óriási, mert az őszinteséghez, a tisztelethez bátorság kell. Na, hát akkor itt vagyunk. Először is egy jó házasságban közösen kell fogni a kormányt. Ez egy autóban elképzelhetetlen, hogy egyszerre ketten vezessünk, kivéve ha valaki autóoktató, mert ő kormány nélkül is ugyanúgy vezeti az autót, míg én csinálok. Tehát ott nagyon jól meg tud valósulni. Tehát akinek autóoktató a párja, biztos jól tudnak együtt vezetni. De hogy közösen kell fogni a kormány, és ez a közös, ez nem azt jelenti, és majd ezt is meglátjuk a fejlődés során, hogy két ember egyszerre mond valamit, hanem ketten közösen kimondanak valamit. És ez az egyszerre mondani, vagy közösen kimondani között nagyon-nagyon nagy a különbség.
Közösen, vagy egyszerre? Magyar tanárok elemezhetnénk, hogy mi a különbség ennek. Szóval, hogy hűség. Alapvetően. Hűséget a másikhoz, és önmagamhoz is fogadok. Tehát itt rontjuk el nagyon, hogy hűséges leszek, amíg a halál el nem választ, szokták ezt a nagy, ilyen gyönyörű filmekben is ezt szokták kihangsúlyozni, de hogy önmagamhoz is hűségesnek maradni, és önmagamat sem feláldozni, vagy éppen túlértékelni egy kapcsolatban, az is nagyon fontos. Tehát, ha nekem fontos a sport, akkor hűségesen próbáljam kompromisszumként közösen a másikkal ezt alakítani. Ragaszkodás, kitartás, felelősség, stb. Stb. És akkor itt jön el az, hogy ezek már olyan fogalmak, amiket nem a templomból kilépve kezdünk el elsajátítani, hanem valahol gyerekkorunk legelső pillanatában a saját megfogantatások után már kezdünk ebbe belefejlődni. És ez is megint egy tudományos tény, hogy a gyerekkori kötődési mintánk megismétlődik a párkapcsolatainkban. Tehát, ha én csecsemőként biztonságosan tudtam, hogy ha elmegy anyám, mert kiment a cumiért a konyhába, vissza fog jönni, de sírok utána, hát hiányzik. De tudom, amikor megjelenik, öröm van az arcomon, és tudom, hogy már minden jó. Tehát, amit mi kapunk, szeretetet, érintést a családban, ahogyan megtanulunk ott mi függeni, és ez egy nagyon fontos szó lesz megint, függeni, vagy éppen távolságot tartani a másiktól, azt megismételjük a párkapcsolatainkban. És ez a problémáknál, amikor majd a konfliktusokról és a játszmákról beszélünk, akkor velünk majd érthető, hogy mit akar ez a pszichológus engem csecsemőkoromban, anyám hozta a cumit be a szobába, vagy vártam-e, vagy sírtam-e, mert hogy a régi sérelmek, és amit mondtam, hogy vágyak, szükségletek, kielégítése, a régi sérelmeinket is belevisszük a párkapcsolatunkba. Ha mi mindig bizalmatlan távolságtartóak voltunk, ha a mi családunkban nem volt szokás az ölelkezés, és a párom meg, és ez férfiaknál nagyon gyakor, ilyen bújós, és mindig, és akaszkodik rám, és ölel, és megfolyt a szeretetével szó szerint. Vagy amikor ugye ez a tipikus, hogy párkapcsolati probléma, kommunikációs probléma, kommunikációról is fogunk sokat beszélni, írogat. Ezek a Viber, meg mit tudom én, mi ez nagyon jó, házasságot sosem Viber üzenetekre alapozunk, jó? De ez tanulság. Ír, mi újság? Dolgozom. De mit csinálsz? Dolgozom. De már nem érsz rá 2 percre sem? Most dolgozom. És el tudnak így. Az egyik egy nagyon szoros függőséget szeretne. Mert bizalmatlan, mert bizonytalan. Hát ott van a távoli munkahelyén, hát bárki bemegy oda és elcsábítja. Ezt nem a féltékenységet akkor találta ki. Ezt ő már gyerekkorában valamilyen konfliktusában megélte, hogy nem bízhatok abban, hogyha elmegy valaki, akkor az visszajön és engem akar újra. Másiknak meg terhes, hát hagyjunk már 10-szer ráírtam, hogy jól vagyok, rendben van, szeretlek, puszillak, stb. És még mindig írja, hogy mi van, és akkor ebből konfliktus lesz, a konfliktus átmegy játszmába, a játszma pedig majd megoldódik, vagy nem. Szóval, hogy a kitartást, a ragaszkodást, az intimitást, azt már mi gyerekkorunkból valahogyan megtanuljuk, és azt lehet formálni, és megint a közösen kimondani, de lehet nagyon elrontani is. Távolságtartás. Ha kihűl a párkapcsolat, akkor ott van az, hogy miért is hűl ki, és erről fogunk majd beszélni. Egymás kiegészítése így van. Na hát milyen a házastársi szeretet? Mert az emberbaráti szeretetet, meg a felebaráti szeretetet, azt ismerjük, de itt most 4 olyan szó van, ilyen nagyon ismeretlenek. Hát a szexus, azt gondolom a szex, az nagyon tartalmas, mindenki érti, mire gondolok, szokták mondani a fél, tudja, mire gondolok, nem tudom, direkt nem, mert hogy tudni akarom, hogy te mire gondolsz, szoktam mondani a fiataloknak. A szexus az az ösztönös, állatias dolog.
Héten volt egy fiatal ember, 5. osztályos, aki teljes felháborodással jött, leült, és azt mondja, ezt én nem értem. Mit nem értesz? A gombák, rendszertanilag, de most komolyan, gombáknak külön része van. Mi meg az állatokhoz tartozunk, emberek. Hát ez már ez így nem jó. Mondtam, hogy igazad van. Mert a Bibliában is nem úgy van ám, hogy a gombákat külön a Jóisten megteremt. Nem, az embert. Akkor mi miért állatok vagyunk? Ezt mondja meg. Mondom, ez egy jó kérdés, mondom, két embert keresnék fel a helyedben. Egy biológia tanár, 2 lelkész. Lehet menni, de nem tudok válaszolni. De hát, hogy a szexet, azt ilyen állatias módon örököljük. Ez egy fajfenntartás. Biológiailag. Biológia tanár elmagyarázza nekünk, hogy a fajfenntartási ösztön, és így, úgy, amúgy, és biológia, és ilyen sejt, olyan sejt, ilyen szinten, olyan szinten. Ezzel nincs gondunk. Na, de ettől még nem lesz semmi házastárs. Nem lesz semmi emberi. Ahhoz kell az erosz. Ugye? Az előbb felvillantottam, hogy mi kell a házassághoz. Ragaszkodás. Az erosz az a szeretet, a birtoklási szeretet, hogy ha az enyém nem lehetsz, akkor senkié. Rómeó és Júlia, ugye? Nem lehetek a tiéd, akkor mindenki halljon meg. El lehet képzelni, kicsit eljátszhatnánk a gondolatot, hogy néz neki mondjuk 30 év múlva Rómeó és Júlia. Nem ülik meg ott magukat, pap nem segít nekik ebben. 30 év házasság után. Hát mondjuk Rómeó még mindig megy a haverokkal, ugyanilyen hőbörgős, a buli, a vetélkedés, a kocsmai verekedések. Júlia meg a vágyna, azt a csodát, az valamilyen romantikus embert, aki jön és megúdítja, és ott ül a tévé előtt, és nézi a brazil sorozatokat. De ebből elég jó házasság legyen, na hát, nekik ott ugye véget kellett érni, mert nagyon csúnya vége lett volna amúgy, hát nagyon-nagyon. Szóval, hogy és akkor még jöttek volna az anyósok. Mert hogy ez is ugye ott van a két család. És mi kell a házassághoz? Hát a közös, egységes, hát ott a két család nagyon nem egyezett volna. Szóval kell ez a, ha az enyém nem, akkor senki, ez a nagyon erős birtoklási vágy. Na de még fajfenntartás, birtoklási vágy, ebből sem lesz szerelem. Kapcsolat lehet, de házastársi szerelem nem lesz belőle. Kell hozzá a filia. Na hát ez a szeretlek, mert okos vagy. Amikor értékelem a másikat. Szeretlek, mert csodálatos babgulyást főzöl. Szeretlek, mert mindent megszerelsz. Valami értékét kiemeljük a másiknak, és szeretjük. Na de, hogy széthagyod a koszos zoknit, azt nem szeretem. Hogy soha nem fejezel be semmit, és a szerszámokon átesünk a garázsban, azt se szeretem. Csak azt szeretem, amikor rózsát hozok. Szóval megvan már, hogy tudom, mit szeretek benne. Tudom már azt, hogy az enyém, és senki másé. Még az állatias fajfenntartást is tudjuk, de ebből még mindig nincs házastársi szeretet. Kell még hozzá valami. És ez egy olyan fogalom, amit szeretnek puffogtani. Feltétel nélküli szeretet. Én azt gondolom, hogy ezt nehéz elmagyarázni, de aki olvassa a Bibliát, aki hitéletet él, és hívő keresztény, azt tudja, hogy milyen az, amikor elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy. Isten minket így szeret. Olyannak. A butaságainkkal, a gyengeségeinkkel, a hibáinkkal, olyannak. És ez az agapé. Hogy egy igazi házastársi szeretethez ez is kell. Hogy én tudjam, hogy azt is elfogadom, hogy széthagyod az oknidat, hogy mindent félbehagysz, hogy hát azért a húsleves az annyira nem megy, hogy néha kócos vagy, és fáradt, de ettől még ugyanúgy szeretlek. Tehát egy házastársi szeretet, szerelem, ennek a négynek az összefonódó összességéből jön létre. És hát akkor egy jó ház, amit megépítettünk. Na de hogy fejlődik egy párkapcsolat, és mi alapján alakul ki? Hát ezt mondjuk nagyon jól el lehet. Most itt nagyon sokan vannak a különböző fázisokban. Van, aki már mondjuk több mint 30 éve házas? Nagyon jó. Köszönöm. 50. Önök is. 50 éve. Nagyon jó. Akkor itt tapasztalt emberek vannak. Na, őtőlük-e megkérdezni, hogy mi a hosszú házasság titka? Az önöké mi?
ugye? Közösen mondunk ki valamit. Nem egymás mellett mondjuk a magunkét, kivéve amikor pörölünk. Na, de majd arról is beszélünk, hogy kell ám néha, ugye? Kicsit ott pörölni otthon. Na, hogy ne? Fontos, egészséges. Tessék nyugodtan. A humor. Bocsánat, de a humor és a férfiak egészségének az egyik, és a nőkének is, de a férfiak egészségének az egyik legfontosabb védőeszköz a humor. Nem tudok humoros lenni, a komoly, tudom, hogy szívinfarktus, magas vérnyomás, stb. A humor mindennel, az nagyon jó, egészséges. Úgyhogy tanuljunk humorosak lenni. Kinek mennyire megy, ön még sokáig fog élni. Úgy egy jó Isten. Szóval a szerelem kezdetén, amikor még először a rövid távon, itt az egy-két év, és lehet, hogy ez két-három nap is, akkor csak mi vagyunk. Én és ő, mi, mint a csecsemőkorban az anya a gyermekével. Hogy az első pár hónapban a gyerek nem is észleli, hogy van a világ. Ő van, az anya is ő, az anyai mell az ő önmaga, hát onnan így kiterjesztjük. Ez egy szimbiózis. Mi vagyunk, a rózsaszín, hogy mondják, a rózsaszín szemüveg? Azt hiszem úgy van, vagy a rózsaszín köd, meg köd, lila köd. Mindegy, leszáll, az biztos. Itt nincs más, csak köd van. Szóval amiben csak mi vagyunk, nem létezünk, ezek a kezdetek csodálatos. Tervek, vágyak, négy gyerek, palota, esküvő, minden lesz. Nagyon-nagyon-nagyon veszély, hogy ebbe beleragadunk. És nem látjuk meg a külvilágot. Nem veszük észre, hogy baj is lehet ebben, hogy nem is illünk mi össze. Hogy azok az értékek azért úgy nem vesznek. Csak küzdünk valamiért, küzdünk a négy gyerekért, küzdünk azért, hogy mi csodálatos pár legyünk. Szóval a szimbiózisból, ha benne maradunk, akkor két ember ott a világ közepén, mint Zelk Zoltán versében, ott ülök a világ közepén. Anya meg én, ugye kettem, most mindjárt föl fogom idézni. Na, nagyon rossz az ilyen memóriám, hogy verseket megtanuljak. Szóval ez a... De az ölében én. Köszönöm szépen. Na hát így néz ki a mi. Az pár kapcsolat első része. Mi ott ketten ülünk, nincs különbség, nincs én, nincs te, mi vagyunk. Aztán utána elkövetkezik az az időszak, amikor én vagyok. Amikor elkezdünk így kiválni egymástól ebből az összefonódásból, és a gyermek fejlődését is ugyanígy írjuk le, úgy, amikor a gyerek már leválik az anyaölből, elindul, fölfedezi a világot. Ugye? Akinek volt gyermeke, tudja, hogy akkor néha már úgy ott hagyja anyát. Visszamegy, föltöltekezik, nagyon jól érzi magát, de nem akar mindig az anyja ölében maradni. Tesco-zás és lidl-zés és bevásárlás során, amikor a gyerek így rúgja ki magát a bevásárló kosárból, mert így ültetik bele, akkor ezt a játszmát játsza. Engedj el, fedezzen fel a világot. Párkapcsolatnak a második részében kigyakoroljuk ki, mi. Kinek mi a szerepe? Kinek mi a feladata? Én is vagyok, ő is van, nekem is van. Én nehogy már mindig főkeljünk szombat reggel 8-kor, meg piacra menjünk. Én aludni akarok. Jönnek a konfliktusok. A kompromisszumok. Mindenki enged egy kicsit. Ha nem engedek, akkor nagyon egyenlőtlen feltételek mellett mehetünk tovább. Beleragadunk, megy tovább a kapcsolatunk, a házasságunk, és kik jönnek. Nekem szükségem van a törődésre. Mellettem ülő kollega olyan kedves. Mindig hoz egy csokit. Vagy a kolléganő megfőzi a kávét, a titkárnő. Reméljük, hogy nincs senkinek titkárnője. És úgy törődik velem. És bejöhetnek a szeretők. Akik nagyon fontos jelzői egy párkapcsolati krízisnek. Amit nem vettünk észre, mert mindenki én magamra koncentrál, hogy nekem mi kell a kapcsolatban, én mondjam meg, hogy hogyan éljük az életünket, hogy hajtsak, hogy teremtsem meg én, és a férfiak így szokták, megteremtem a feltételeket. Pénz, paripa, munka. Csak akkor megint kire koncentrálok? Én magamra. Szóval ebből az énből, hogyha jobb az egész, akkor tovább fejlődünk, ha nem, akkor maradunk én. Én is így ketten egymás mellett így
nagyon nagy baj, hogy ilyenkor jönnek legtöbbször a gyerekek. Tehát az elválást, hogy én és én, nehezíti egy gyerek. Mert mit csinál? Hát az én, az anya, aki magára maradt a párkapcsolat fejlődésében, kapott egy másik szimbiotikus társat az ölébe. Most már nem a férj, nem ő vele van, nem ő vele ül, hanem most már a gyerek az ölében. Apa egyedül, gyerek anya itt, apa távolodik, neki is kell a törődés. Legjobb esetben hazamegy, követeli magának, vitatkozik, ő is olyan lesz, mint egy gyerek. Ugyanúgy ki kell rakni a ruháját, ugyanúgy el kell pakolni utána, de magányos. Az anya megint csak magányos, hát nincs, aki segítsen neki. És a legtöbb fiatal párkapcsolat, akik a gyerek után 2-3 évig még húzzák, de amikor 3 éves lesz a gyereki, kifújnak, és marad a két én, és nem tud tovább fejlődni a következő állapotba, ami az ők. Tehát már nem mi, már nem szimbiózisba megyünk vissza, újra rá szívódunk, mint a pióca másikra. Nem is maradunk énért, hanem leszünk ők. Amikor már mindenkinek megvan a helye a párkapcsolatban. Amikor már megvannak az ők, a világ, a kapcsolatom, tartom is, nem csak mi vagyunk ketten, helyen van a világban, helyen van a párkapcsolatban, tudom, mire van szükségem, tudom a másikra, mi szükség, és mi így együtt, úgy közösen jók vagyunk, és akkor lesz a te, amikor már tudom a másik igényeit teljes mértékben odaadóan támogatni. És ez a legfontosabb. És ezt aztán beleírtam a kiadványba is, hogy a másik, azért szerződök erre a házasságra, hogy a másik legjobb tulajdonságait fejlesszem és segítsem, és ő is az enyémet, miközben a szerződésben ugye hűséges maradok önmagamhoz. Mert az a feleség, aki 10 éven keresztül semmi más nem csinál, csak alárendelődik és bólint, ő nem marad hűséges magához. Kifejlesztette ő a párjának a legjobb tulajdonságait? Nem. Mert nem késztette másra, mint hogy benne maradjon az énben. Én. Nem lett ők, nem lett te, semmi. Tehát nagyon fontos az, hogy a végső cél, a másik részem, ugye aki azt mondtam, hogy kielégíti az én szükségleteimet, olyan készséggé, képességgel megáldani, megadni, kifejleszteni benne, amivel ő tud engem majd építeni. És hogyha mi ketten egymást építjük, akkor fölépítjük a házasságunkat is. És akkor ez egyensúlyba kerül. Ekkor már van idő másokra, és van idő magunkra is.